Működése óta rendszeresen szerveznek előadásokat, koncerteket, táncházakat a Somorjai Kiskakas óvodában. A foglalkozások célja, hogy a gyerekek minél kisebb korban megismerkedjenek a magyar népművészettel, a népi hangzásvilággal és zenével. A zenei neveléssel ugyanis gazdagítják a kicsik szellemi és érzelmi világát. A hegedű húrjait számolják a somorjai óvodások. A csipkebogyó foglalkozáson a koboz és a hegedű mellett azok hangzásával is megismerkedtek a gyerekek, majd megtanulták, hogyan kell rajtuk játszani. Hiszen erre, hogy koboz. A komáromi fiatal zenészekből álló csapata népzenével és néptánccal, valamint a népi játékokkal ismertette meg a legkisebbeket. Pörögtünk is. És ki mondta meg, hogy hogyan kell táncolni, és hogyan kell pörögni? Hát az a táncoló. A táncoló néni? És a táncoló bácsi. Kettő táncoló néni, és egy táncoló bácsi. A foglalkozást a népzenészek kifejezetten az óvodai közegbe szánták. Szerintük minél kisebbek a gyerekek, annál inkább fogékonyak a zene iránt. Csipke bogyó, a bogyó az úgy a kisi gyerekekre utal, és szerettünk volna létrehozni egy olyan foglalkozást, ahol hát szinte a legkisebbekkel foglalkozunk, azért, hogy a magyar népzenének az alapjait azt így elhintsük bennük. Nagyon érdeklődnek, nagyon tetszik nekik a hangszer, mert ugye azért ez nem mindennapos, hogy hangszereket látnak. Bár vannak óvodák, ahol például ez a kis kakas óvoda is, ahol nagyon sok egyéb foglalkozással is találkoznak, így itt már sok gyereknek nem volt ismeretlen. A somorjai óvodában hetente vannak foglalkozások vagy előadások. Az intézmény vezetése arra törekszik, hogy a gyerekek számára természetes legyen a magyar népi kultúra megtartása, a hagyományőrzés és élmények érjék őket az óvodában. A gyerekek nagyon sokat tanulnak az ilyen előadások által, és itt az oviban ugyanúgy folyik a zenei nevelés a mindenféle tevékenységekben, és akkor mi ezeket úgy emlegetjük akkor is, tehát akkor is szóba kerül. Ugyanúgy a hangszerekről is beszélünk, tehát nem felejtik el, és innen aztán viszik tovább. A szakemberek szerint ugyanis az óvodai zenei nevelés hatással van a kicsik testi és szellemi fejlődésére, sőt, gazdagítja a gyermekek érzelemvilágát. Nagyon sok szempontból fejleszti őket, illetve már az jó, hogyha ilyen fiatalon megismerkednek a népzenével, a néptáncokkal, mert akkor ezek után, hogy felnőnek, ez ilyen természetessé válik az életükben. Sokkal gazdagabb lesz az életük ezáltal. Mozgás koordinációjuk is fejlődik, ritmusérzékük, akár a hallásuk is. Tényleg sok-sok áldásos hatása van. A tánclépése, hogy ilyen töltünk, ott nagyon hangosan kellett dobantani. És azt tudtátok ti is, lányok, dobantani? Hát megmutassattuk. Na, mutassátok meg, hogy kellett dobantani. A somorjai kiskakas óvodában bíznak abban, hogy a programok segítségével a gyerekek személyisége is fejlődik. Ezért továbbra is az a cél, hogy hetente minél színesebb és érdekesebb előadásokat és foglalkozásokat szervezzenek az apróságoknak.